November 9-én nagy érdeklődéstől övezve nyílt meg az Ágyuk és Virágok című kiállítás, amely Cifra Györgynek állít emléket a Molnár C. Pál Műterem Múzeumban. A Csillagéva és Csillag Péter által rendezett tárlat végig kalózolja nézőit a neves zongoraművész életén. Két terem, két fantasztikus történet. Az egyik teremben van az egyik történet az angyalföldi nyomor negyedtől, a Tripolisztól az 56-os diszidálásig, és egy másik terem, egy másik életszakasz a Sanlisi kápolna, ami szintén egy fantasztikus történet, mert ez az ember a háborúban megélte azt, hogy egy kápolnába megszólaltatta a harmóniumot, és utána pár perc múlva fölrobbant a kápolna, és olyan lelkiismeret furdalást érzett, hogy ő vonta fel a figyelmet a kápolnára, és okozta ezt a tragédiát, hogy utána fogja magát, és egy középkori kápolnát megvásárol Sanlisben 1973-ban, és ott létrehoz egy Liszt Ferenc auditoriumot, zenészek, fiatalok, képzőművészek támogatására, ő, aki megélte azt, hogy milyen volt, amikor mellőzték, nem vették észre, nem támogatták. A múzeum tavasz termében fotókat, személyes tárgyakat, relikviákat állítottak ki, de az egyik első Cifra ösztöndíjas Kürti Hanna képzőművész Sanlisben vagy Sanlisről készült képei, és az egykor itt lakó művész Molnár C. Pál témához illő grafikái, festményei is a falakra kerültek. A tökéletességre törekedett, és azt is adta. Ez az embernek adott egy olyan löketet, hogy még több erőt, hogy szintén a tökéletességre próbáljak törekedni. Fiatal művészeket magas fokon képzett, tehát lehetőséget adott pályájuk elindításához. Zenészek az ő koncertjei után egy-egy darabot eljátszhattak, festőknek kiállításokat szervezett, egyrészt az ő alapítványában, mert maga ez a Liszt Ferenc auditorium, hát maga a helyrehúzott kápolna, az koncertterem, viszont az Altemplomba is van egy kiállítóterem, és a kápolnával szemben van egy kollégium, ahol szintén van kiállítóterem. Az édesanyámnak volt a testvére, a Szolaika, a Cifra György felesége. 56-ig, amíg el nem mentek, addig minden hétvégén találkoztunk, mert én Pesten laktam, és hát ő nagyon vidám, és egy bohém ember volt. A kiállítást Vásári Tamás Kossuth Díjas zongoraművész és karmester nyitotta meg, aki személyesen is ismerte Cifra Györgyöt. A tárlat március 1-ig látható a Molnár C. Pál Műterem Múzeumban.